Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora november 8-án szerdán. Már megérkeztek a házi orvosi rendelőkbe az ingyenesen igényelhető influenza elleni védőoltások. Erről is beszélgetünk ma, de előtte nézzük a tartalomjegyzéket. 30 éves Ibrány. Várossá válásának jubileumát ünnepli a település. Már igényelhető, megérkeztek az influenza elleni védőoltások a házi orvosokhoz. Átadták, képzési központot nyitott a rejtett kincsek Down Egyesület. 30 évvel ezelőtt kapott városi rangot Ibrány, az évfordulóra nagyszabású ünnepségen emlékeztek. Új teret avattak, és a település őstörténetét bemutató kiállítás is nyílt. Kindrusz Emese járt Ibrányban. A 2023-as esztendő több szempontból is nagy jelentőséggel bír településünk életében. Kettős évfordulót ünnepeltek Ibrányban. A település 30 éve város, 2013-tól pedig járásszékhelyként is működik. A jubileum alkalmából szervezett ünnepségen teret neveztek el Ibrány egykori polgármesteréről, Berencsi Béláról az önkormányzat épülete előtt, ahol egy köztéri alkotást is lelepleztek a néhai városvezető emléke előtt tisztelegve. A polgármesteri hivatal és a rendőrös közötti teret a testület döntése értelmében néhai polgármesterünkről, Berencsi Béláról nevezzük el, hiszen ő 44 évig volt a település vezetője, Magyarország második legrégebben hivatalában lévő polgármester volt, és nagyon sokat dolgozott a településért. Úgy gondoltuk, hogy az ő halálának 5. évfordulójára mindenképpen szeretnénk az ő munkásságának emléket állítani. Illetve ezt követően az esbuhalmi kincseinket mutatjuk be a lakosságnak, ami annak ékes bizonyítéka, hogy már a honfoglaláskorban lakott hely volt Ibrány. Ezt követően pedig egy ünnepi nagygyűléssel készülünk, ünnepi beszédekkel, kitüntetésekkel, díjátadásokkal, amelyet egy koncerttel fogunk zárni a Debreceni Katonazenekar közreműködésével. Ki volt Berencsi Béla a település az itt lakók életében, illetve a környező települések vezetőinek is fontos személy volt ő? Miért? Milyen ember volt ő? Egy köztiszteletben álló személyiség volt ő, nem csak Ibrányban, hanem a járás területén is, hiszen nem csak Ibrány lakosaiért, hanem a járás településeiért is dolgozott. Tisztelték a polgármester kollégái, tisztelték a megyei és országos vezetők is, és nagyon jó kapcsolata volt a környékbeli települések vezetőivel, lakosaival is. Berencsi Béla olyan ember volt, aki a lakosság számára bármikor elérhető volt. Az ő ajtaja mindig nyitva állt a lakosság számára. Nem létezett olyan nála, hogy ügyfélfogadási idő. Tehát gyakorlatilag nem csak hétköznapokon, hanem hétvégén is elérhető őt a lakosság, és hozzászoktak ahhoz, hogy a problémáikkal, magánjellegű kéréseikkel őt bármikor elérik. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ő a civil életben, a magánéletben is ritkán tudott kilépni a polgármesteri szerepéből, ugyanakkor egy nagyon szerény és segítőkész ember volt, aki igyekezett mindenkinek segíteni, akinek csak tudott Ibrányban és a járás területén is. Elsőként egy emléktábla kihelyezésében gondolkodtunk, aztán ezt az ötletünket fejlesztettük tovább, és végül is egy nagyon komoly köztéri alkotást, egy nagyon komoly művészeti alkotás született meg, Molnár Levente szobrászművész alkotása, akinek egyébként szintén van ibrányi kötődése, és nagyon köszönöm neki, hogy ilyen gyorsan a rendelkezésünkre állt. Tehát egy bronz szobor és egy kő kompozíciójából született egy nagyon, nagyon komoly művészeti alkotás, ami azt gondolom, hogy méltó az ő munkásságára. A fiatal város egyedülálló történelmi hagyatékkal rendelkezik. Ibrány területén 1985-ben kezdődtek ásatások, ahol gazdag honfoglaláskori leletanyagra bukkantak a régészek. Az időszaki kiállítás az esbóhalmi kincseket mutatja be a közönségnek. Ibrány területén történt 1985 és 90 között egy ásatás, ami egy 10-11. Századi temetőt hozott a napvilágra az úgynevezett esbóhalmon. Ennek a vezetője volt Istvánovics Eszter, a Nyíregyházi József András Múzeum régész, aki most meg is fogja nyitni ezt a kiállítást, ugyanis ez a kiállítás lényegében ennek a temetőnek a legfontosabb, leglátványosabb leletanyagát igyekszik bemutatni itt a helybeli lakosság számára. Tudnélik, még ez a kiállítás, pontosabban a leletanyag még magában Ibrány városában nem került bemutatásra, úgyhogy az évforduló alkalmat adott arra, hogy ezt itt bemutathassuk. Mitől különleges ez a leletanyag?
Alapvetően a temető egy úgynevezett köznépi temető, tehát leletanyagát tekintve vannak ennél sokkal gazdagabbak is, de talán azért van néhány olyan emblematikus tárgy, például az a hajfonatkorong, ami külön ki is van emelve, illetőleg egy úgynevezett tulipán alakú csüngő, ami valójában egy tárgynak a töredéke, önmagában is látványos, ami azt hiszem, hogy nem csak anyagát tekintve, mert hogy ezüstből aranyozott, ezüstből készültek, hanem kivitelekötét is tekintve megállják a helyüket bármely honfoglaláskori kiállításon. A régiót tekintve mennyire jelentős ez a leletanyag, hogy azért itt közel 270 sírt tártak fel a régészek? Ugye most a Rétközről beszélünk, mint adott régióról. Ennek egyébként a korszakra jellemző leletanyagát, temetőit szintén Istvánovics Eszter dolgozta fel, adta ki önálló monográfiában. Ennek a temetőnek leginkább az az érdekessége, hogy teljesen feltárt. Tehát azért a honfogláskori temetők többsége azért vagy véletlenszerűen, vagy nincs rá mód teljes feltárásra, itt azonban szerencsés módon erre lehetőség nyílt, ami pedig társadalomtörténeti, kronológiai periódusok felállítását tette lehetővé, tehát hogy ez szakmailag is olyan anyag volt, amivel úgymond lehetett mit kezdeni, lehetett elemezni, és ennek a vidéknek a 10-11. Századi történetre vonatkozó adatokat bemutatni, összegyűjteni. A kiállítást követő ünnepségen Vinnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, a városi cím nem egy üres cím lett Ibrány életében, hanem valódi fejlődést hozott. 1993-ban lett város Ibrány, egy nemzedék nőtt fel azóta, és Ibrány a városi cím után nagyon dinamikusan fejlődött. Már korábban is, mert egy nagy szétszórt település volt több külterülettel, a népessége növekedett, és a városi cím egy ilyen térségi központtá tette Ibrányt. Ez akkor derült ki, amikor 2013-ban megalakultak a járások, és Ibrány járási címre pályázott. Én akkor kormánymegbízott voltam, és Román István pedig országgyűlési képviselő, és együtt támogattuk azt, Berencsi Béla lobbizott nálunk, vagy Berencsi Béla nagyon szerette volna a járási központ, és mind a ketten támogattuk, mert úgy gondoltuk, hogy a polgármester úr, aki igazi lokálpatrióta volt, és sokat tett Ibrányért, szeretné ezt a rangot elérni, és igaza volt, mert azóta Ibrány valódi térségi központtán nőtte ki magát, egy 7000-es kisváros, és azóta is dinamikusan fejlődik, nagyon szépen rendben vannak a közintézményei, az útjai, élénk kulturális turisztikai élet van, úgyhogy én azt gondolom, hogy az itt lévőkről elmondható az ibrányi emberekről, hogy lokálpatrióták és szorgalmasak, és gyakorlatilag engem is befogadtak, hiszen 10 éve vagyok ennek, 2014-től pontosan ennek a településnek, ennek a térségnek az országgyűlési képviselője, és úgy érzem, hogy a mostani vezetés is, polgármester úrral és a képviselőtestülettel elfogadta az értékrendemet és a személyemet, és jól együttműködünk. Egy olyan kisváros itt a Rétköz déli peremén, amely komoly lehetőségeket hordoz magában. Csak egy példát mondok, hogy a mostani uniós forrásokból is kiválóan pályázott Ibrány, tehát tovább fogjuk fejleszteni turisztikai, sport, infrastruktúrális szempontból, úgyhogy Ibránynak nagyon szép jövőt jósolok. Az ünnepségen Román István főispán a várossá avatás 30 évvel ezelőtti emlékeit idézte fel. Nagyon szép ünnepség volt, ha visszaemlékezünk. Mindenki érezte, hogy ez egy nagyon fontos esemény a városnak a történetében, Ibránynak a történetében. És arra is visszaemlékezhetünk talán, hogy miről szólt akkor a közbeszéd. Leginkább arról, hogy mit is jelent ez a rang, hogy mi fog megváltozni vele. És ha jobban belegondolunk, ezek nagyon is jogos kérdések voltak akkor 30 évvel ezelőtt. 3 évvel voltunk a rendszerváltás után, a békés átmenet idejét, az eufóriát lassan kezdte felváltani a kilátástalanság. Ha belegondolunk, ez egy olyan időszak volt, amikor sorra zártak be gyárak, növekedett a munkanélküliség, és bizony mindenki várta azt, hogy valami jó is történjen vele, valami jó történhessen vele az életében. És azt gondolom, Ibránynak a történetében ez egy olyan esemény volt, ami sok embernek hitet és reményt adott ahhoz, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak, mint azokban, az egyébként instabil és zavaros átmeneti időkben, amit Magyarország akkor megélt. És azóta eltelt 30 esztendő, kedves jelenlévők, és most már visszatekinthetünk azokra az évekre, amelyekben csak reménykedtünk,
reménykedtek az ott lévők, hogy azok milyenek is lesznek, milyenné válhatnak. És itt utólag elmondhatjuk, hogy bizony ez a 30 év, ez rengeteg új lehetőséget hozott a településnek, rengeteg új lehetőséget hozott az itt élőknek, és igenis kimondhatjuk, hogy Ibrány egy élhető várossá vált. Azon az ünnepségen 30 évvel ezelőtt, megint csak a Kelet-Magyarországnak a tudósítását felevelítve, ebben a bizonytalan világban és ebben a várakozással teli világban elhangzott néhány mondat, amiről azt gondolom, hogy okosabbat sem akkor, sem azóta, sem később nem fogunk tudni mondani. Ezt polgármester úr Berencsi Béla mondta, méghozzá arról beszélt, hogy Ibrány város csak a forma, hogy mikor lesz valóban város, az az ünnepet követő hétköznapok munkájától függ. Én azt gondolom, hogy bármikor az elkövetkezendőkben, vagy akár a korábbi esztendőkben is, a leges és legfontosabb az az, hogy a munka az el legyen végezve, mert önmagában egy rang, önmagában egy cím, az nem jelenti azt, hogy minden jobbra fordul, minden élhetővé válik. Igenis, nagyon sok munkát kell abba fektetni, hogy ez megvalósuljon. Az ünnepségen az is elhangzott. Ibrányban az elmúlt 3 évtizedben megújultak a közintézmények, a városban működő járóbeteg szakellátóban pedig a térségben élő mintegy 30 ezer ember egészségügyi ellátásáról gondoskodnak a szakemberek. Megérkeztek az influenza elleni védőoltások a házi orvosokhoz, idén is ingyenesen juthatnak hozzá a gyermekek és a nyugdíjasok. Az oltást a házi orvosoktól kell kérni. Kinek ajánlott és mire érdemes odafigyelni? Vendégünk dr. Kis Csaba házi orvos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Maradjunk akkor az eredeti kérdés feltevésnél, ami az imént volt, tehát hogy kinek ajánlott az influenza elleni védőoltást beadni? Valójában mindenkinek ajánlott. De nyilván vannak olyan fokozott kockázati csoportba tartozó emberek, akiknek különösen ajánlotta az oltás felvétele. Ugye egyrészt az idősekre gondolunk, a 60 év felettiek ingyen kapják azt a védőoltást, ami már megérkezett a háziorvosi rendelőkbe, illetve ugye azoknak is ingyenesen adható, akik valamilyen krónikus szívérendszeri betegségben, légzőszervi megbetegedésben vagy anyagcserebetegségben szenvednek, valamint ugye azok számára is feltétlenül érdemes az oltás felvétele, akik valamiféle immunszuprimált állapotban vannak, tehát az immunrendszerük működése nem megfelelő. Ez lehet akár betegség miatt, lehet amiatt is, mert olyan fajta kezelést kap, biológiai terápiát, kemoterápiát. Itt ugye mindenképpen fontos, hogy immunizáljuk az illetőt. Tehát legyengítik az immunrendszerét, ugye? Pontosan, igen. Tehát vagy a betegség gyengíti le az immunrendszerét, vagy pedig maga a kezelés. A gyerekeknek miért fontos beadni, vagy miért jó, hogyha beadják? Igazából azért, mert nagy mértékben lehet a szövődmény rátát csökkenteni, meg hát ugye a gyerekek is minél fiatalabbak, annál inkább fokozott kockázatnak vannak kitéve, hogy mondjuk egy súlyosabb lefolyású fertőzés alakul ki náluk. Azért nyilván aggodalomra semmi ok, az esetek többségében a gyerekek is néhány nap alatt úgymond maguktól egy kis szupportív terápiával át szokták vészelni ezt a fertőzést, de nekik is javasolt mindenképpen az oltás felvétele. A felvezetőben is elhangzott, hogy a házi orvosoknál lehet igényelni, tehát akkor csak is kizárólag a házi orvosoknál lehet igényelni az influenza elleni védőoltást. Gyakorlatilag igen, bár vannak bizonyos nagyobb munkahelyek, ahol például az üzemorvos is tud az oltás felvételében segíteni, de az esetek többségében igen, a házi orvost kell keresni ezzel. Maga az influenza elleni védőoltás, hát mi a tapasztalat? Már most azért itt Covid után vagyunk, Covid előtt nem tudom, hogy mennyire volt keresett maga a védőoltásnak, az influenza elleni védőoltásnak a beadása. Most mi a helyzet az elmúlt, nem tudom, néhány hét? Igazából alapján? Csak pár napja van még az oltóanyag nálunk, de hát azért egyelőre nem látom azt, hogy annyira tülekednének érte az emberek. Majd még most fog szerintem jobban elterjedni a köztudatban, hogy már ténylegesen megérkeztek az oltóanyagok, és akkor fel is lehet venni, de azért a Covid előtt is az volt a tapasztalat, hogy nem igazán volt olyan túl nagy az oltakozási kedve az influenza kapcsán. Hát szerintem, most nem tudok pontos statisztikát mondani, de ilyen 10% környéki lehetett valahol az országos átoltottság, ami azért nem túl sok.
Én nem hiszem, hogy idén ez jobb lesz, inkább arra számítok, hogy valamelyest még a korábbi évekhez képest is rosszabb lesz. Miért jó egyáltalán, hogyha valaki beadatja magának? Illetve hát most az említett korosztályon kívül ki az, akinek főként javasolt? Tehát nem csak korosztályokról van ugye szó, meg akkor az adott megbetegedés, hanem például gondolok itt foglalkoztatás, vagy foglalkozásbéli megkötésekre is. Hát ugye akik állategészségügyben, meg humán egészségügyben dolgoznak, ott szintén javasolt az oltásnak a felvétele. Meg hát azoknak az embereknek nagyon fontos még megfontolni, akinek van olyan hozzátartozója, aki mondjuk immunszupresszív terápiát kap, vagy mondjuk daganatos beteg, vagy akármelyik csoportba tartozik, akármelyik fokozott kockázati csoportba tartozik, mert ugye itt ők tudják védeni a saját hozzátartozójukat azzal, hogy védetté válnak, ezért nem fogják tudni átadni a fertőzést nekik. Vagy például, hogyha van olyan beteg a családban, aki valamilyen okból nem kaphatja meg a védőoltást, akkor ott szintén a környezetében élőknek célszerű felvenni az oltást azért, hogy ne tudják megfertőzni az adott illetőt, akit nem lehet mondjuk immunizálni. Tehát ilyen esetekben is érdemes elgondolni. Tehát gyakorlatilag majd, hogy nem ugyanazok az érvek vannak mellette, mint például a Covid vakcina alkalmával, amit megismerhettünk. Igen, hát ugye az egy más történet volt ott az elején, mert azért a Covid nagyobb arányban okozott súlyos vagy akár halálos szövődményeket, meg hát ugye ott arról volt szó, hogy mindenki fogékony volt arra a fertőzésre. Azért az influenza még egy súlyosabb járványnál sem tud annyi mindenkit megbetegíteni, mert ugye egy olyan kórokozóról van szó, ami már sok-sok éve velünk van, ezért nem olyan arányban fertőződnek meg hirtelen az emberek, de egyébként igen, tehát valójában tényleg mindenkinek javasolt az oltás felvétele, csak vannak, akiknek tényleg különösen javasolt. Mellékhatások ugye a védőoltással kapcsolatban. Sokan szerintem ezért is félnek vagy óckodnak a védőoltástól. Nem jelentős igazából. Tehát az emberek többsége szinte észre se veszi, hogy megkapta az oltást. Akiknél esetleg alakul ki, nem is mellékhatás, ugye, hanem oltási reakció, amiről itt beszélünk, az egyszerűen az, hogy az immunrendszert megdolgoztatja az oltás, kialakul egy immunválasz, ami nyilván jóval enyhébb, mint amikor a fertőzés alakul ki. És az erre jellemző tünetek általában az oltás helyén fellépő reakció, egy kis izomfájdalom jellemzően, illetve egy-két napig lehet levertség, esetleg hőemelkedés, fejfájás, de ezek gyakorlatilag maguktól vagy egy kis tüneti terápiával teljes mértékben megszüntethetőek, tehát semmi problémát nem okoznak. Nézzünk egy nagyon alap szituációt, amikor influenza tüneteire gyanakszom saját magamon, de lehet akár Covid is. Hogyan tudom megkülönböztetni a kettőt? Gondolom ezt a kérdést gyakran teszik fel önnek a rendelőben, hogy most akkor Covidos vagyok, doktor úr, vagy influenzás? Hát gyakran felteszik, ez így van, de igazából csak a tünetek alapján nem lehet biztonsággal elkülöníteni, de vannak tesztek, kapható ugye külön Covid-teszt is, meg vannak kombinált tesztek, amivel ki lehet mutatni, hogy Covid, influenza, vagy mondjuk RSV fertőzése van az illetőnek. Úgyhogy tehát gyakorlatilag csak a teszt? A teszt, ami egyértelmű biztonsággal ki tudja mutatni, hát, illetve ugye laborvizsgálatokkal is ki lehet, de az sokkal macerásabb azért, a tesztérbe megy az ember a patikába, kifizeti ezt a pár ezer forintot érte, és akkor azzal meg lehet oldani a dolgot. De egyébként, amíg enyhe tünetek vannak, addig igazából nincsen nagy jelentősége ennek, hogy most Covid, influenza vagy egyéb valamilyen influenza-szerű vírus áll-e a háttérben, mert gyakorlatilag a kezelés az nagyjából ugyanaz, tehát tüneti terápia, immunerősítés, pihenés, meg hát nyilván ugye a higiénés szabályok fokozott betartása azért, hogy másokat ne fertőzzünk meg. Ezt gondolom embere válogatja, de akkor itt is a tünetek gyakorlatilag ugyanazok lehetnek majd, hogy nem, mint a Covid esetében, tehát magas láz, akár több napig járó. Csak így emlékeztető gyanánt említsünk meg néhányat. Igen, hát a jellemző tünetek ugye a hirtelen jelentkező magas láz, a hozzátársuló fejfájás, nagyon erős izomfájdalom, gyengeség, levertség, esetlegesen ugye légúti tünetek, orfolyás, köhögés, torokfájás. Tehát ez nyilván változó. Vannak sokkal enyhébb lefolyású megbetegedések is, tehát aki tényleg egy egyszerű náthaként éli meg a dolgot, vagy mondjuk csak egy napra belázasodik, van egy kis fejfájás, a másnapra meg már semmi baja nincsen. Van olyan, akinek meg sokkal elhúzódóbb tünetek vannak. Nyilván azért, hogyha komolyabb tünetek vannak, mindenképpen érdemes felkeresni a háziorvost, és akkor
ha kell, akkor egyéb vizsgálatokat is tudnak kérni. Covid előtti időszakról én úgy emlékszem, hogy azért az influenza szezon mindig ilyen január-február környékén indult be. Most is ez a jellemző, vagy már nem nagyon lehet ilyen szezonokról beszélni? Hát egyre kevésbé igazából az a tapasztalat, meg hát nyilván ez is évről évre változik. Igen, a Covid azért nagyon sok mindent megkavart, már csak azáltal is, mert ugye azért éveken keresztül nagyon-nagyon odafigyeltünk a szociális távolságtartás szabályainak a betartására. Aztán ahogy ez megszűnt nagy hirtelenséggel, úgy jött amit ilyen szépen tridémiaként emlegettek, az egyszerre az RSV fertőzések, az influenza, Covid fertőzések, és igazából most is ugyanúgy keringenek ezek a vírusok, azért most is nekem is van a praxisban RSV fertőzött is, tehát meg egyéb szezonális ilyen mindenféle ilyen rinovírusok, meg egyéb ilyen náthavírusok is vannak, úgyhogy hát... Tehát azt nem lehet már mondani, hogy mondjuk a szezon tényleg január-februárban fog tombolni, és akár nem csak az influenza szezon, hanem a Covid. A Covid az pedig gondolom főként nem szezonválogató. Én is egyébként a saját környezetemben azt tapasztalom, a távolabbi környezetben, csak hogy megnyugtassam a kollégákat is, hogy azért eléggé sokan covidosok mostanában. Hát mostanában meg már igazából azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag hónapok óta egyre növekvő jelleggel, de hát ugye nyáron is azért voltak Covid fertőzöttek, szóval valamilyen szinten folyamatosan van, csak hát nyilván van ebben egy hullámzás, ami ugye itt az időjárástól is függ, attól is függ ugye, hogy mennyit tartózkodunk éppen közösségbe, tehát azért az látszott, hogy ahogy elindult az iskola, ezek a mindenféle náthás vírusos megbetegedéseknek a száma azért nagyon-nagyon kiugrott, mert ugye, hogy a gyerekek bekerülnek közösségbe, iskolába, óvodába, szépen egymás között átadogatják ezeket a fertőzéseket, aztán megviszik haza, és akkor kapják a szülők, a nagyszülők. Igen, úgy, ahogy ez illik. A rendelőkben, az önök rendelőjében mi a tapasztalat, hogy milyen megbetegedésekkel fordulnak mostanság, tehát így akkor mondhatjuk ősz végén önhöz? Hát nagyon vegyes, tehát vannak azért ilyen enterális fertőzéseket okozó vírusok, tehát ami jellemzően ilyen néhány napos hányással, hasmenéssel, hasi panaszokkal járó vírusos megbetegedések. Ilyenből is azért hetek óta elég sok van, de felső légúti megbetegedéseknek is nagyon-nagyon sokféle variációja fordul elő, az ilyen bakteriális hörgőtüdőgyulladástól kezdve egészen, vagy például most is van atipusos tüdőgyulladás miatt kezelt betegem is, de rengeteg persze a vírusos megbetegedés, ami között van Covid is, van vélhetően influenza is, van RSV fertőzés is, és az egyéb ilyen rinó, meg mindenféle ilyen náthavírusok. És gondolom ezek főként akkor, mivel vírusok gyógyszeres módon annyira nem is nagyon kezelhetőek, hanem egészen egyszerűen fel kell épülni belőle, tehát mondjuk sok folyadék. Hát alapvetően ugye antivirális terápiára az esetek többségében nincsen szükség. A Covid-nál áll rendelkezésre ugye a favipiravir, de az esetek többségében nem szoktuk alkalmazni, nincs szükség rá szerencsére. Egyébként alapvetően az immunerősítésre kell nagy hangsúlyt fektetni, nagyon-nagyon fontos a megfelelő D-vitamin pótlás, mert ilyenkorra már régen kiürülnek a D-vitamin raktárak, hogyha azt kívülről nem pótoljuk, úgyhogy az gyerek, felnőtt mindenki számára, teljesen egészséges emberek számára is gyakorlatilag tavasz végéig mindenképpen javasolt. Meg hát ugye az ilyen tüneti gyógyszerek attól függően, hogy milyen panasz van, orsprék, torokfertőtlenítők, köhögéscsillapítók, vagy ugye váladékoldók, hogyha ilyen horutos produktív köhögés van, meg hát a megfelelő lázcsillapítás, aminél nem győzöm elégszer hangsúlyozni a pacienseimnek is, hogy nem szabad túlzásba vinni. Mert ugye a láznak megvan az a szerepe, hogy a szervezet védekezését, a szervezet gyógyulását segíti, és nem kell gyakorlatilag egy kis hőemelkedésnél már rögtön a lázcsillapítóhoz nyúlni. Főleg, hogyha valaki jól viseli, akkor nyugodtan 38-39 fokig meg lehet hagyni, hagy dolgozzon a szervezet. Ugye a láz aktiválja az immunrendszert, csökkenti a kórokozóknak a virulenciáját, meg a lehetőségét, hogy szaporodjon a szervezeten belül. Úgyhogy a láz az nagyon hasznos, csak a túlzott lázat kell elkerülni. Mivel beszélgetésünk fő témája az influenza elleni védőoltás, azért még van egy kérdés így a beszélgetésünk végén, hogy mikor ne adassuk be magunknak. Gyakorlatilag akkor nem, hogyha van az oltóanyaggal szemben valamiféle allergia, vagy korábban volt valamilyen súlyos oltási reakció az oltás után, akkor semmiképpen sem javasolt, illetve akkor nem, hogyha
éppen egy akut lázas megbetegedés zajlik, azt először ki kell vizsgálni, abból meg kell gyógyulni, és utána lehet a védőoltást felvenni, illetve hát nagyon fontos azt tudni, hogy a megelőző egy hónapon belül milyen egyéb védőoltást kapott esetlegesen az illető, mert ugye az is okozhat problémát. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Innovatív képzési központot nyitott felnőttek számára a mentorálás program a Rejtett Kincsek Down Egyesület együttműködésével. A hiánypótló Nyíregyházi intézmény átadóján spanyol szakemberek is jelen voltak. Az egyik fejlesztő szoba a több közül. Egy korábbi leromlott épület felújításával és átalakításával hozták létre ezt a képző központot Nyíregyházán a Szent István utcán. A helyszín a nemrég spanyol mintára elindult mentor állás program centruma lesz, amely Down-szindrómás, autista vagy egyéb enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő fiatalok integrálását támogatja. Ez egy nagyon fontos első lépés abban a programban, amelyet már lassan 13 éve, 2010-ben voltam először Spanyolországban, Toledóban, és ott láttuk, hogy Andreszék mit csinálnak, és azóta tervezgetjük, hogy elindulunk, és nagyon fontos volt az a lépés, hogy a Velux Foundation hitt ebben a programban, és 2021-ben támogatta azt, hogy elinduljon, és el tudtunk jutni eddig az első lépésig, ami mondom, hogy egy nagyon fontos első lépés. Mi az én vízióm ebben, csak hogy értsétek, hogy miről fog szólni ez a program. Egy rövid történet, ez nincs benne a beszédben, de el kell mondanom, hogy nemrég voltunk tanulmányúton, ugye Toledóban kollégákkal, és már jöttünk hazafelé, és a buszmegállóban álltunk így a szállás után, ahol be kellett szállni a sima tömegközlekedésbe Toledóban, és már láttuk a buszmegállóban, hogy egy Down-szindrómás lány áll a buszmegállóban. Hát gondoltuk, hogy ez biztos ismeri Andreszéket, mert hogy itt azért már ez a program, ez nagyon megy. Felszálltunk a buszra, Fabián, ugye, aki tolmácsol nekünk, ő megszólította a kislányt, hogy ismeri-e, de ismeri Andreszéket, de hogy nem ismerte. És aztán felszállt a buszra még egy Down-szindrómás lány, egyedül, valahova mentek munkába, önállóan intézték a dolgukat. Mi azt szeretnénk, hogyha Nyíregyházán ez megvalósulhatna. És azért nagyon fontos, hogy itt vannak a politika, közélet és a nagy cégeknek a szereplői, akik itt Nyíregyházán együtt vagyunk, mert ez csak együtt sikerülhet, hogy ez a program megvalósulhasson. Nélkülözhetetlen a város, a megye, a cégek, az intézmények együttműködése és a támogatása abban, hogy ez a program sikeres tudjon lenni. A képzés segít a résztvevők számára, hogy a lehető legtöbb mindenben önállósodjanak, és hogy saját maguk által megszerzett jövedelmükkel jobb társadalmi helyzetbe kerüljenek. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a fogyatékkal élők támogatása fontos városi ügy, amelyben több szakmai szervezettel együtt dolgozik az önkormányzat. Nyíregyházán a fogyatékosokkal való foglalkozás az kiemelt szempont a városvezetés számára. Egyrészt az, hogy megtalálják a helyüket a társadalomban és a munkában lépés, az talán az egyik legnagyobb ilyen szabású program. De fontos az is, hogy a társadalom, a közösségünk érzékenyítése, befogadókészsége javuljon, hogy be tudjanak illeszkedni. És hát azért is örülök ennek a programnak, mert az elmúlt 13 évben most nyilván nem akarom elhomályosítani az alapítvány és a mentorház nagyszerűségét, csak megemlítem, hogy a városunkban is történt sok olyan esemény, ami ezt segítette más-más módon. Például itt volt először Nyíregyháza Magyarországon a Rotary Klubbal együttműködve az a játszótér ugye a VMK mellett, ahol fogyatékos, egészséges gyerekek együtt tudnak játszani, aztán a Szerencsejáték ZRT-vel a Kossuth utca, Sarkanty utca sarkán épült még egy. És hát nagy elismerés volt számukra, hogy a Fogyatékosok Országos Szervezete Nyíregyházának adta hozzáférhető városdíjat, talán már 8-10 évvel ezelőtt először.
És hát ezért hoztuk létre a Városházán a fogyatékosságügyi tanácsot, amelyben 10 szervezet képviseli a fogyatékosokat, azért, hogy folyamatos konzultációnk, információnk legyen arról, hogy mik a legfontosabb kérdések, feladatok, megoldandó problémák, és hogy ebbe tudjunk segíteni. Hát az alapítvány pedig, azt gondolom, ezt nem kell hangsúlyozni azoknak, akik itt vannak, ezt elsők között tűzte az zászlajára, és azt gondolom, hogy bár hosszúnak tűnhet ez az idő 2010 óta, de mégis talán a legjobb időzítése van a mentorháznak, mert Nyíregyházán az ipari park fejlesztésével is, meg a gazdaságfejlesztési programunk előrehaladtával rengeteg, több ezer új munkahely lesz a következő években, és én nagyon remélem, hogy ebbe a folyamatba, ebbe a programba a mentorház is be tud majd kapcsolódni. Az együttműködés pedig nem csak városi, hanem vármegyei szinten is működhet. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke arról beszélt, a fogyatékkal élők munkához jutását a Paktum Plus programon belül a vármegyei önkormányzat is segíti. Nagyon fontos célt szolgálnak, és legalábbis a probléma feltárása ügyében már a megyére is kiterjesztették a csápjaikat, a vármegyében is szűrő programokat, felmérő programokat végeznek, és ez nagyon fontos tevékenység, és reméljük, hogy gyarapodik majd a tevékenységi körük úgy, hogy Nyíregyházán kívül is majd ki tudják fejteni áldásos hatásukat. Nagyon fontos társadalmi küldetés az, amit ők végeznek, és ezúttal is köszönöm minden támogatónak, hogy segítik a törekvéseiket. És valóban, ahogy polgármester úr is mondta, a munkahelyi paktum révén keressük az együttműködés lehetőségeit, egy újabb létesítményt adhatunk át itt a Csodavárral szemben, ami a tovább lépést segíti, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos a korai fejlesztés, ezt elsősorban Kisari Karcsiéktól tudjuk, és az ő tevékenységük révén tudjuk, de tudjuk, hogy milyen fontos az, hogy valódi, teljes életet tudjanak élni azok az emberek, akik más adottságokkal születtek, mint mi. Ugyanolyan emberi és teljes életre hivatottak ők is a Teremtő által, mint valamennyien. Ezt kell elfogadnunk és ezt kell támogatnunk. Nyíregyháza új innovatív képzőközpontjának kialakítását több vállalkozás, kiemelten pedig egy dán multinacionális vállalat alapítványa támogatta. Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Viszontlátásra!